Az Aikido Japánban tanulásának lehetősége először 1999-ben adódott, amelyet kihasználva a Japán Kobayashi Dojo alapítványa, illetve a családom támogatása révén 3 hónapot tölthettem el egy tokiói edzőteremben bent lakó tanítványként. A második kiutás már kalandosabb volt, mert a fél éves kintartózkodásom költségeit egy fél éves külföldi munkából tudtam csak finanszírozni. Fotográfusként dolgoztam egy tengerjáró hajón. Nem, semmi közöm nincsen a fotózáshoz. 2001 után már elsimultak a nehézségek, és évente tudtam kimenni a Szigetországba egyszer-kétszer. Az Aikidót 1993-ban kezdtem, valószínűleg mindenki máshoz hasonlóan a japán harcművészeteket övező misztikus körben. Japánban történt látogatásom eloszlatta a ködöt, egyrészt láttam azt, hogy kint igen pragmatikusan tekintenek az oktatásra, másrészt pedig azt, hogy az igen sokszínű. Sokféle személyiséggel, sokféle tudásszinttel találkoztam. Szerencsémre a közvetlen oktatóim igen hiteles mesterek voltak, ezért bár a köd eloszlott, egyre inkább az eredeti technikára, az eredeti forrásra koncentráltam. Ez együtt járt azzal, hogy hazatérve én álló lábak váltam. Mielőtt erre kitérnék, hadd magyarázzam meg a különbséget Aiki és Aiki között. A közismert Aikido Aikiának jelentése a kivel, mint a mindent átjáró energiával való harmónia. Vagyis az Aikido a kivel való harmónia útja, valójában egy modern, spirituális harcművészeti ösvény. Ez megegyezik az alapítónak, Ueshiba Morihei-nek a víziójával. Igen ám, de az Aikido előzményében, a Takeda féle Aiki Bujutsuban az Aiki mint technika jelenik meg. Egész röviden olyan technika, amellyel képessé válsz az ellenfelet az erejétől adott időpillanatban megfosztani. Harmadik japán utam során ez utóbbi Aikival kerültem szoros és elválaszthatatlan kapcsolatban. Egy tanulságos történetet hadd meséljek el. 2001-ben vizsgáztam második danra az Aikikai Hongo Dojo-ban, Tokióban, Shinjuku-ban, és akkor tájt a vizsgához a Kobayashi Dojo kibérelte az egész többszintes intézményt. Rengetegen vizsgáztak és voltak jelen egyszerre. Uchidesiként az összes instruktor ismert, és mivel jó erőben voltam, saját vizsgámon kívül több személynek a danvizsgálán is segítkeztem, mint uken. A vizsgákat követően rengetegen dicsértek technikámért, állóképességemért, a zajból csak egyetlen negatív hang szűrődött ki, túl sok mozgás. Bár még nem értettem pontosan a kritikát, de nagyon elverett, és belegondolva kapvizsgálni kezdtem, hogy a tartalom helyett a sallangok jellemzik a mozgásomat. A kritikát megfogalmazó mester Hasegawa Hiroyuki volt, aki ezzel rálökött arra az útra, amelyet azóta is járok. Igenis, meg nem is. Bár az Aiki mint technika iránti kutatási vágyam nem csillapodott az évek során, gyakorláson lényegesen szélesebb spektrumon történik. Az Aikit mint olyat inkább alapelvként fogom fel, amely a test természetes és ezért hatékony működésében rejlik. Ezt bármely mozgásrendszerben használhatjuk egyébként, mert lényege az erőlködéstől mentes, de mégis erős, a rugalmas, de mégsem ernyett testhasználat. Ha sikerül megragadnunk, a hétköznapi mozgásainkba is beletehetjük, sőt, szemléletté váltva, akár mentális konfliktus kezelésünkbe is.
Mivel az Aiki szót a belső utas japán harcvészetekben sokszor elcsépelten használják, és túlzott misztikummal ruháznák föl, én sem használom mindig, de tudnunk kell, hogy mi a forrása. Harcművészetet sok ok miatt tűzhetünk, bár érthető, hogy a fiatalok versengenek benne, a kor előre haladtával a gyakorlók általában belátják, hogy legfontosabb célja testi-lelki egészségünk megőrzése, helyreállítása. Egyre kevésbé látom értelmét olyan irányzatoknak, amik ezeket rombolják. Furcsának hangozhat, de véleményem szerint az egészség mélyebb szinten, ütközésmentességen, belső elfogadáson, harmónián alakul. Egy jó harcvészeti rendszerben pontosan ugyanaz ezen elvek mentén gyakorlunk. Azonban ez nem egy New Age-es maszlag, hanem konkrét, valós technika. Ha erősen megfoglak, háromféleképpen reagálhatsz. Engedetten, tökéletes megoldás, feszültséggel, de tudatában ennek, vagy feszültséggel és tudattalan. Egyre érzékenyebbé kell válni, hogy reakcióinkban feszültséget felismerhessük. Ehhez megfelelő technikai gyakorlási környezetet kell kialakítani. Ha egy gyakorlás során mindig fejbe vágnak, és te ettől megfeszülsz, előbb-utóbb nem tudsz másképp reagálni, csak feszültséggel. Ha megmozdítod a kezedet, és a másik mindig elrögül, abból sem tanulsz meg semmit. Hangsúlyozom, hogy bármely harcművészet vagy mozgásrendszer alkalmas egészség elvi gyakorlásra, de komoly szintű tudatosság kell hozzá.